Fedezze fel Győr legújabb wellness szállodáját. Csendes, nyugodt környezetben, tágas és kényelmes szobákkal várja vendégeit a Girmót Sport és Wellness Hotel. Sportklubok számára is ideális ez a környezet. A futballpályák közelsége és a hotel felszereltsége egyaránt támogatja a csapatok felkészülését és a nyugodt pihenést. A szálloda étterme ízletes és bőséges ételekkel készül minden alkalomra. Girmó Sport és Wellness Hotel Győrben, közvetlenül az Alkofer stadion mellett. Soroksáron, a Haraszti úti sporttelepen kezdi meg szereplését a Mercantil Bank Liga 2024-25-ös idényében a tiszta fehérmezben szereplő Girmót FC Győr, melynek játékos kerete alaposan kicserélődött a nyár folyamán Ugrai a bal szélen, és a beadása végül is nem volt pontos a társaknak. Hudák végzi el a szögletet, bal lábbal bekanyarintja, és végül is Márgul Szabolcsnak kellett kiütnie, visszakerül, aztán Ugrai lövése után ismét Mergőnek kell védeni. Németnek az indítása pontatlan ismételten. Aztán a Girmót bajlódik a labda kihozatallal. Oda kerül még a labda, és egy komoly soroksári helyzet Szabó Szilárd. Ez pedig Manner irányába az indítás, Helenbajival. Manner aztán ellövi, és még Lovrencsics elől sikerült felszabadítani, de aztán a kipattanót Halmai Ádám a kapuba juttatja. Így a mérkőzés 22. percében a hazai Soroksár szerez vezetést. És úgy néz ki, hogy Ugrai lesz az, aki ellövi. Ugrai lövése és egy óriási bravúr Mergültől. Lovrencsics érkezik a beadás, ami nagyon veszélyes. Hásfalvi gyűjtötte be végül. Érkezik a visszagurítás, Manner, és a lövés, Hásfalvi. Nincs könnyű dolga a Girmótnak ilyenkor, amikor fegyelmezetten visszarendeződik a Soroksár. Egyelőre az ötlet is hiányzik, talán majd most Ugrai. Jó is az indítás, Kovács Dominikot aztán szerelik, de még visszakerül Horváthoz. És Horvát egy lövést el is eresztett, Lányi. Katona egy belöbbölt labda a védelem mögé, és aztán Sadirák szögletre tisztázott. Sikerül áttenni Lányi. Kedvező pozícióból a bal lába irányába nem vállalja el a lövést, nem úgy Kovács. Halmainak ez a belöbbölt labda most nagyszerű volt Kékesitől, Halmai lövése. Hudáknak sikerült blokkolni. Ugrai tehát, aki neki fut, és Ugrai góljával egyenlít a Girmót a 68. percben, azután, hogy már az első félidőben is egy nagyon hasonló pozícióból hatalmas védése késztette Mergült Ugrai. Ennél a helyzetnél már az, hogy a kapusának sincs esélye, a Girmót egalizálni tudott. Lányi megvezetheti, Lányi Bence, már a 16-oson belül jár, még vissza tudja gurítani Piscsúr, ott a csel, sok volt aztán. Érkezett tehát a szabadrugás, Ugrai 18 méterről, ezt most a sorfalba lőtte. Ugraival szemben pedig a szabálytalanság, mert gyorsan el is végzett Ugrai Roland, Horvát a bal lába irányába. Katona beadása hosszúra, és Piscsúr pedig az első Girmóti tét mérkőzésén az első gólját szerzi. Az első alkalommal sikerül megtalálni őt fejjel, és érkezett is a támadó. A 84. percben a Girmót megfordítja a mérkőzést. Lovrencsics most tovább tudta még tenni, még mindig ott van, és aztán érkezik a blokk. Ebben a pillanatban azonban véget vet a mérkőzésnek a játékvezető. Azután, hogy az első félidő után még 1-0-ás soroksári vezetéssel fordultunk, a második játékrészben a Girmót jobban átvette a mérkőzés irányítását, és egy szenzációs Ugrai szabadrugás góllal, valamint a cseleként érkezett Piscsúr Alexandről az új szerzemény góljával végül is meg tudta fordítani a mérkőzést, és elviszi a 3 pontot innen Soroksáról. A Girmót TV videói a Girmót Sport és Wellness Hotel támogatásával készülnek.